A buszon. Írta Ronald Wolf és Ronald Chesney. Magyar hangok. Forgács Gábor. Martin Márta. Szervét Tibor. Kocsis Marian. Áda János. Barbinek Péter. A kígyó. Sziasztok, fiúk! Ígyunk egy teát. Jól van, menjünk. Ez meg micsoda? Nem tudom, valami halancsa. Nem, az ott indiaiul van. Ja, igen? Persze, már tudom. Ma este indiai est lesz az ebédlőben. Na is elmegyünk? Szerintem elég jól hangzik, van humoruk. Minden sofőrt szeretettel várunk, még a fehéreket is. Na gyere. Meg különben is szeretnék megismerkedni ezzel az új indiai lányjal. Fatimával? Ezt verd ki a fejedből, pajtás, semmi esélyed nála, két teát kérünk. De hát miért? Teljesen rám van állva a kicsike, én vagyok az ő esete. Persze, csak mert olyan sovány vagy, hogy folyton összetéveszt Gandival. Nekem elhihetett, sínem vagyok. Nem láttad, hogy nézett rám, amikor ebédeltünk? Senki másnak nem adott vaníliasodót a piskótáira. Az még a múlt hétről maradt meg. Köszönöm. Gyere, üljünk le. Miért pont ide? Hát nézd meg, milyen rendetlenség van. Az a jó. Fatima mindjárt jön, hogy letakarítsa. Nem is rossz. Nagyon cseles. Csókolom a kezeit, szépségem. Jól érzi magát nálunk? Semmi kétség, tényleg rajunk, érted? Bár az is lehet, hogy még nem beszéli a nyelvet, nemrég érkezett. Vigyázz, megjött a Dracula. Jó napot, főnök! Mi ott eszik? Paradicsomlevest vagy egy sofőrvérét? Nem az utóbbi, az biztos, amilyen vérszegények maguk. Jöjjön, főnök, üljön ide, Stennel van egy kis gond. Bizony. Azon kívül, hogy szerencsétlen balfék mindkettő, miről van figyelj szó? Figyelj csak, maga beszél indiaiul, igaz? Úgy értem, ott szolgált a háborúban. Hazám, Mondbattenben védtem a hazát, bár ez a maguk fajta lókötőknek is. Jó, igen, tudjuk, főnök, nem ez a lényeg. De abban kéne a segítsége, hogy indiaiul el tudjuk mondani ennek a szexi kis fekete hajú lánynak, hogy őrjítően jó teste van. Ízléstelen disznó. Tudtam, hogy valami ilyesmi lesz. Vagy akkor maga szerint mit kéne mondanunk? Biztos felszedett egy pár nőcét Indiában. Én semmi ilyesmit nem csináltam, én tisztelettel bánok a nőket. Ugyan már! 5 éven keresztül ott volt. Biztos történt valami kis, tudja, hogy miről beszélünk. Abban a hőségben. Ilyesmire nem volt időm. Végeznem kellett a dolgomat, fuvarozó voltam, összvérhátó jártam a vidéket. Összvéren? Rajta nevessenek csak! Tűzönvizen átkeltem azzal az összvérrel, 500 mérföldet naponta fel a hegyre, le a hegyről, néha ellenséges területre vitt az utam, vagy aklamezőre, jöhetett a monszun, vagy bombatámadás, mégis mindig időben ott volt. Isten óvd a királynőnket! Ez az, nevessenek! Gúnyolódjanak csak kedvükre! Maguk arra sem képesek, hogy időre visszaérjenek azzal a nyomorult busszal a temetőkertből. Na jó, tegyük félre a tréfát, és térjünk rá a lényegre. Én annyit szeretnék tudni, hogy mondják, kérem, jöjjön el velem randevúzni ma este. Jaj, Stan, milyen ózsdi szöveged van. Ezt hogy mondjam, mit szólna egy kávéhoz, utána meg egy csókpárvajhoz a pult alatt? Egy nővel nem lehet így beszélni, udvariasnak kell lenni, és illedelmesnek. Nála ez az udvarias, máskor meg se kérdezi. Na ide figyeljenek maguk, lókötők. Ha el akarnak jönni erre a ma esti indiai műsorra, akkor szedjék össze magukat, és tessék tisztességesen viselkedni ezzel a lányjal. Jól van, megígérhetem, hogy vele sem leszek kevésbé tisztelettudó, mint a többi lányjal. Persze, te kanos disznó. De emiatt ne aggódjon, főnök, úgyis semmi esély ennél a lánynál. Igazán van, szépségem? Gyere, siessünk, nehogy lemaradjunk valamiről. Ebben mi van? A ruháimat hozom a mosodából. Azt nehogy bevidd már, inkább tedd be a szekrénybe. Persze, és hagyjam, hogy közben megrohamozd a benti lányokat. Mi ezt vert ki a fejedből? Ilyen átlátszó voltam. Üdvözöllek, mi kis összejövetele. Ja, persze. Ezt addig ide leteszem. Jó. Hát elnézést a késésért, Ahmed. Semmi baj. Én tartottam nektek ülőhelyet. Nagyon köszönjük. Gyere. Gyere. Köszönjük. Blackie, maga meg mit csinál? Vegyék le a cipőjüket. Vegyék le a cipőjüket. De kicsit megizzadt a lábam.
Ezzel a szaggal az egész országot el lehetne kábítani. Én fogadom, hogy Lukas az okniuk is. Tehát népség, hallgassák, gyönyörű ez a zene. Akár csak azok a szép banki póri esték. Ó, te jó ég, miért nem valami ismert dalt játszanak? Ha nem tudnád, ez a Beatles legújabb száma. Gratulálok, barátom. Ahmed, Fatima is eljött. Igen, mindjárt hozni finom frissítő finomság. Ezt nevezem. Engem már a puszta látványa is felfrissítette. Öltözött így, mert fog minket szórakoztatni. Igen, én már is jól szórakozom. Fog nekünk táncolni? Igazán? Különleges indiai tánc. Jó, nagyszerű. Nézd, ott tartja a fülbevalóját. A többi ékszerét is szívesen megnézném. Hogy nem esik ki azonnan? Fejlettek a köldökizmai. Szeretik az indiai konyhát? Jézus, ezt tud angolul? Igen, nagyon szívesen megkóstolnám. Vennék belőle. Köszönöm. Ízlik? Magam készítettem. Igen, nagyszerű. Csodálatos van. Menjünk. Mi az, amit teszel, Stan? Azt hiszed, hogy én tudom. Olyan, mint a valami indiai rágú gumi lenne. Aapke saamne Fatima apna sarab ka dance pesh karengi. Mi az, amiről beszél? Azt hallom, de mit jelent? Fatima egy táncot fog előadni. Igen, jó lesz. Atya világ, az egy kígyó a nyakában. Most mit csinál? Ez a Pasaneca Nagyhai a termékenység tánca. Megteszi a hatását. Ezért olyan népes ország ez az India. Engem már azzal felcsigázott, ahogy felszolgálta az ebédet. Nem tudom, mi lesz, ha még sokáig lengeti itt nekem a csípőjét. Ha nem tudnák, ez egy nagy tudást igénylő művészet. Egész délután ezt gyakorolta. És mivel gyakorolt? Hula hoop karikával? Megmozdul, meghal. Egy valami biztos. Soha többet nem eszem angolnát. Nagyon köszönjük a műsort, igazán élveztem, és az éten is kitűnő volt, nagyszerű. Úgy látom, véget ért a mulatság. Igen, csodásan szórakoztam. Nem látta a Jacket? Kiszaladt egy percre, mindjárt jön. Figyeljen csak, mielőtt visszajönne, árulj el, hogy mondják indiaiul, hogy eljönne velem rendezvúzni ma este? Arp hamari szád, áj rád kócsa ega. Honnan tudod? Az imént kérdeztem meg, és igent mondott. Micsoda? Erről megint lecsúszott, Butler. Mindig ugyanaz a nóta. Te állnak, kígyó. Véletlenül csak szóba elegyettünk. Véletlenül, el tudom képzelni. Ha nem hiszed, kérdezz csak meg tőle. Nyerő vagyok nála. Úgy gondolod? Na mindjárt igen. Meglátjuk. Elkészült, kedves? Igen, mindjárt. Fatima, mondja csak, tényleg Jackkel randevúzik ma este? Igen, talán zavarja. Ja, nem, dehogyis. Érezzétek jól magatokat. Indulhatunk késse. Csak magamhoz veszem a kígyót. A kígyót? Ezt is magával akarja hozni? Nincs kire rábíznom őt. Nem hagyhatjuk itt csak úgy. Jó kis randevú lesz.
megérdemled, ha ezt a fiúknak elmesélem. Nézze, Fatima, a sörözőbe nem állíthatunk be egy hatalmas kígyóval. Akkor mihez kezdjek szegénnyel? Ó, már csak ez hiányzott. Várjunk csak, ebben a táskában jól érezné magát? Ó, hát persze, bárhol képes elaludni. Akkor előbb kipakolom a ruhákat. Ez az, nagyszerű, akkor most szépen rakja át ide. Csak óvatosan. Ó, szép nagy jószág, igen. Na, ez az. Óvatosan. Jól van? Megvan? Hopp. Majd az én Stan barátom hazaviszi őt, és később beugrunk érte. Ezt a ruhát rádobjuk, hogy addig se fázzon. Így né. Stan egyenesen rajong a kígyókért. Szegény pajtás! Közös randevú a kígyóval, érted? Ez egy új találmány. Nem az anyját viszi magával, hanem a kígyóját. Stan, figyelj csak. Van itt egy kis gond. Megiszem azt. Ezt nem tudom hova tenni, tedd meg nekem, hogy hazaviszed a ruháimat, és majd holnap reggel beugrom, érte? Persze, hazaviszem. Szükséged lesz mind a két kezedre, amikor megbirkózol a kígyóval. Tudod, amikor majd bemászok a nadrágot alá. Igen, jól mondtad. Stan, én ezt tenni féle családnak. Család fog nagyon örülni, igazi indiai étel. Ó, tényleg örülni fognak, igazán nagyon köszönöm. Egészség. Milyen rendes tőle, nem? Berakom ide a táskába. Randevú egy kígyóval. Szaláli. Jó, lassan indulok. Jézus, mi van ebbe, ólom? Nem, csak kicsit nedvesek a ruhák. Nedvesek? Szerintem inkább csuromvizesek. Na, most már tényleg indulok. De egy valamire figyelj oda. Ha azt érzed, hogy harapdálják a nyakadat, nézd meg, hogy a lánya az, vagy a kígyó. Szia, Olív! Szia, Stan! Szia, Artur! Hogy vagy, fajtás? Hello, anya! Mi történt? Azt hittem, későn jössz haza. Biztos nemet mondott a lány. Hogy sikerült a parti? Egész érdekes volt. Ott volt az új indiai lány, Fatima. Együtt táncolt egy kígyóval. Kígyóval? Igen, egy 10 lábos óriás kígyóval. Teljesen rátekeredett a testére, szorosan, tudjátok. Hát nagyon kedves teremtés lehet, de az egy egészen más világ. Olif például biztosan nem csinálna ilyesmit. Nem tudom. Ma reggel elég érdekesen kígyózott, amikor mindkét lábát ugyanabban a nadrágszárba dugta. Nem volt rajtam a szemüveg. Nem volt ilyen vicces. Nem azon nevetek. Csak eszembe jutott Jack. Meséld el. Hát szóval, az úgy volt, hogy egész este azon mesterkedett, hogy randevúra hívja ezt az indiai lány Fatimát, és amikor nagy ezen sikerült, a lány kijelentette, hogy jaj, de csak a kígyóval. Ó, ez szörnyű, Stan, jaj, Istenem. Micsoda pej, egy kígyóval kell randevúznia. Ezt berakom a rampaliba. Ki ez a táska? Csak adta oda. Szüksége van mind a két kezére, hogy megküzdjön a kígyóval. Oh, Stan, hogy mondhatsz ilyet? Ja, majdnem elfelejtettem. Ez az Ahmed nevű indiai fickó, aki a műsort szervezte, küldött nektek egy kis finomságot kóstolóba. Igazán kedves kolléga. Tessék, mama, kóstold meg. Hűha, nem lesz tőle bajom. Olif, előbb kóstold meg te. Hé, Stan, ebbe már beleharapott valaki. Tényleg? Amikor elraktam, még nem volt ilyen. Biztos csak összenyomodott a táskával. Lássuk csak, melyiket kóstolja meg. Na, várj el kicsit, mama. Látod ezt ott? Amelyiknek olyan fehér bevonata van. Ahmed azt mondta, hogy az egyfajta szerelmi táplálék. De komolyan, tényleg, az ilyesmit úgy hívják, hogy... Afrodiziák. Nem is tudtam, hogy beszélsz indiaiul. Ez nemzetközi szó. Minden bizonnyal orszarvú agyarpor köztudott a szerelemhessé tesz. Az én időmben még nem voltak ilyenek. Apátok legfeljebb akkor volt szerelemhes a túl sok sör. Nem hiszek én az ilyen keleti csodákban.
Pedig hidd csak el, Ahmed megmondta, olyan ez, mint a szerelmi bájital. Ha megeszed, akkor olyan leszel tőle, hogy... Hát szóval tudom. Azt te nem arrásolj. Arthur, adjél belőle egy kicsit. Kár belém, nem gondolod? Elég furcsa illata van. Mutasd? Szagold meg, olyan különös. De, nem az ételnek van szaga, hanem a táskának. Ha? Mit pakoltatok ebben? Ne nyúj hozzá! Jack, tiszta ruhái vannak benne, személyes holmik. Most hoztam mosodából. Még hogy tiszta? A szaga alapján inkább szennyesnek tűnik. Ennek egészen jó íze van. Arthur! Megmozdult a táska! Mi a fenéről beszélsz? Magától megmozdult a táska. Ugyan már! Mitől mozdult volna már meg? Az oldala kidudorodott, aztán vissza. Kidudorodott? Te csak képzelődsz. Ó, ez az indiai étel hatása. Nem tudni, mit tettek bele, kiszámíthatatlanok azok a fűszerek. Lehet, hogy valamilyen kábítószer. Egész életét kábulatban töltött. Jaj, tudod, Olive milyen érzékeny. Még egy konyakos megytől is képes fejre állni. Igen, és megmozdult. Nem mozdult meg semmi. Ideje lecserélni a szemüvegedet. Láttam, amit láttam. Megyek lefeküdni. Akármit mondasz, megmozdult. Várjál csak! Vidd el innen ezt a táskát, megőrít ez a kopogás. Na, hát szóval... Kíváncsi vagyok a Chelsea meccsre. Hát szerintem nyerni fognak, semmi kétség. Aggódom Olive miatt. Miért? Olyan furcsán viselkedik, képzelődik. Ez egyáltalán nem van rá. Nincs ebben semmi különös. Ja, Istenem, most meg mi történt? Ó, ismered őt. Biztos meglátott egy pókot. Na, gyerünk. Na, nézzük meg. Jól van, na, megyek én is, megyek már. Mi az? Mi történt veled? Olive! Mit műveltél már megint? Megyünk. Olive! 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 Merre vagy? Hol vagy? Látod, kellett neked arról a kígyóról mesélni. Tudod, milyen élénk a fantáziája. Jaj, gyere már ki, nincs itt semmi. Ugyan, gyere, kislányom, na. Gyere ki a fürdőből. Pedig ott volt, láttam, egy hatalmas óriás kígyó mászott. Ugyan már, Olive, csak képzelődtél, nincs itt semmi, nézd csak meg. Gyere. Ha persze, biztos bement a vécébe. Ja, már értem, miközben téged üldözött, rájött, hogy vécéznie kell. Gyere csak kicsikém, nincs itt semmi, nyugodt. Elég legyen. Itt a mama, minden rendben lesz. Rácsuktad a lábamra! Aj, miért nem vigyázol? Te, elárulnád, hogy az ördögbe került ez a kígyó a házba? Igen, persze. Szóval az úgy történhetett, hogy Jack, ez az aljas gazember, azt csinálta, hogy betette a kígyót a táskájába, rátette a ruháit és hazahozatta velem. Ez történt. Értem. Akkor ha behoztad a kígyót, vidd is ki, gyerünk! Nem, várj már, nem lesz, várjunk, nem ismer engem a kígyó. Hát azt mondtad, hogy szelíd. Igen, persze, de csak a lányt ismer, érted? Csak a lányokat nem támadja meg. Olive, menj ki érte. Nézd már, elálljunk. Ja Istenem, térj magadhoz, kislányom. Ja Istenem, hol van a szivacs? Fritzeljen az arcába egy kis vizet. Meg már. Aztán vizes ruhát, tessék, Istenem. A bugyi a pont jó lesz. Térj magadhoz, kislányom. Jaj, ne álcsorog itt, hanem segíts. Jó, hát ha nagyon muszáj. Szívem, minden jó lesz. Gyere a mamával. Gyere, kicsim. Nem látom. Figyelj csak, szerintem visszament a WC-be. Akkor most menj ki, és gyorsan csukd rá az ajtót. Igen, de talán először várjuk meg, amit megnőszik. Érted? Akkor jól van, menj akkor csak. Először kikandikálok, de csak így. Igen, persze. Egy kicsit csak, éppen hogy... hogy szakadnál meg! Engedj be! A WC-ben nincs. Lehet, hogy lement a földszintre. Atya úristen. A mama hálószobájában volt.
Engedj be! Nyisd már ki az ajtót! Hé, elment már onnan a kígyó! Engedj már be! Jól van, kinyitom! A fenét! Mi van? Az ajtógomba kezemben marad! Nyisd ki kívülről! Próbálom, de nem megy, mindjárt ide ér! Ja, várjál! Elhúzom a reteszt, úgy menni fog! Gyere, gyere! Jól vagy, kisfiam, nem esett bajom! Mi baja lenne már? És mondd, hol van most? Nézzük csak! A folyosón van, elhelyezkedett a szőnyege. Micsoda? A gyönyörű új szőnyegen? Remélem szobatiszta kígyó. Ide figyelj! Tudja, hogy itt vagyunk. Várja, hogy kimenjünk, érzi a szagunkat. Beszélj a magad nevében. Hogy érezné már a szagunkat a csukott ajtón keresztül? Én is érzem az ő szagát, úgyhogy ő is érzi a miénket. Nem kell félni, ha megihezik, biztosan elmegy. De ez nem jó. Három hetente csak egyszer szokott enni. Á, értem. És élő nyullal kell megetetni. Úristen! Még jó, hogy a macskát kitettem. Ajaj. Halljuk, okos tojás. Mi a következő zseniális terved? Még egyszer ki nem megyek. Kiabálj ki segítségért az ablakon! Ó, igen! Tényleg ez az? Ne, ha valaki kívja a tűzoltókat, vagy valami... Nyomjad, jó erősen! Segítség! Segítség! Kus legyen! Valaki válaszolt? És mit mondott? Hogy kus legyen. Na hát, micsoda környék! Gyere, Olive, neked olyan elesett hangod van! Kiabálj te! Nem lehet, gondolj a szomszédokra, még azt hinnék, hogy Arthur megtámadta őt! Nem alaptalan feltételezés. Gyere csak, Olive, gyere ide! Segítség! Ha, ennél erőteljesebben nem megy, akkor a hangod, mint hüvelypannának a rossz napja van. Még sosem kiabáltam segítségért. Efelől semmi kétség. Majd én megpróbálom. Egy özvegyasszonynak biztos a segítségére sietnek. Segítség! 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 Most meg mi történt? Lenyeltem egy moly lepkét. Jaj, várjál, majd én kiabálok. Van itthon valaki? Jöjjön csak be, kedvesem. Biztos az emeleten vannak. Bezárták volna az ajtót, ha elmennek itthonról. Segítség! 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 Na hát, itt meg mi folyik? Hészten, odafenn vagy az emeleten? Itt ragadtunk a fürdőszobában, a kígyó elszabadult! Te jó ég! Figyelj, itt van Fatima! Hol van a kígyó? Itt van fenn! De nagy lett a csend! Ez azt jelenti, hogy már el is kapta? Tessék, drágám, itt a táska. Kapd el a kígyót. A táskában van már a kígyó! Jack, ne menj még el! Szeretnék beszélni veled! Ezért kitekerem a nyakát. Ne gyertek elő, még nem sikerült elkapni. Na jöjjön, menjünk gyorsan. Gyerünk. Jól van, Stan, most már előjöhettek. Beletettük a táskába. Na jó, nyissuk ki gyorsan, nehogy elszabaduljon. Jó, gyerünk már. Mi csináltál, te szerencsétlen? Nem tehetek róla, átcsúszott a rúd a túlsó oldalra. Nyisd már ki! Egy kalapáccsal áttörhetnénk az üveget. Olive, használd a kezedet. De... Nehogy betörjétek az üveget, kész vagyon lesz azt megjavítatni. Igaza van, akkor gyertek. Segítség! 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 Varga Tamás, F. Nagy Erika, Seder Gábor. Magyar szöveg Tóth Balázs, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkro Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.